közelmúltban Kartalon megvalósult fejlesztések közül beszámolunk a Könyves Kálmán általános iskolában elkészült szabadtéri pavilonról, valamint az önkormányzat által vásárolt többfunkciós munkagépről. 2016-ban ismét útjára indult Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvény sorozata, a tavaszi emlékhadjárat, mely április 5-én Dányba érkezett, a következő napon az isaszegi csatát elevenítette fel, majd Gödöllőn és Szadán is áthaladt különböző programok kíséretében. A Kárpát-medence Mária kegyhelyeit köti össze a Mária út, melynek 40 napos csoportos pünkösdi zarándoklata több mint 900 km hosszú úton vezet Budapestről Csíksomlyóra. Április 6-án, a zarándoklat második napján a résztvevők a napi távot 27 km-t megtéve Mária besnyőre érkeztek. Szent Erzsébet templom felépítésének 150. évfordulóját ünnepelve április 16-án ünnepi szentmisét tartanak Kartalon, melyet három helyi származású plébános közösen celebrál majd a jelenleg Kartalon szolgáló apát plébánossal.